A Salgó-Tarjáni Atlétikai Klub szervezésében már 9. alkalommal került megrendezésre az Egyesület nyári edzőtábora. Az elmúlt 2 évben a vírushelyzet miatt kizárólag egyesületi kereteken belül tudták megtartani a tábort, viszont idén városi szinten újra szervezték. Idén most szokatlan volt újra olyan gyerekekkel foglalkozni, akik még sohasem sportoltak, vagy most ismerkednek ezzel a sportággal. Sajnos az a tapasztalat, hogy a vírushelyzet miatt kimaradt edzések, testnevelés órák rettentően rányomták a bélyegüket a gyerekek teljesítményére, az akaraterőre és a motivációra, állóképességükre. Ezeken próbáltunk egy kicsit segíteni itt a tábor folyamán. A hét programja a szokásos módon a következőképpen zajlottak, ugye napi 2 edzést tartottunk a gyerekeknek, minden edzésen törekedtünk a változatosságra, illetve az atlétika legfontosabb szakágainak a megismertetésére. Gondolok ugye a kislabdahajításra, de dobószámokon belül foglalkoztunk a vortexszel, illetve a minigerei hajítással. Távolugrást próbáltuk színesíteni akadályok átugrásával, illetve különböző futószámokkal ismertettük meg a gyerekeket egy futópályán, rövid távú sprintszámokkal, ismerkedtek a rajtgéppel, hosszabb távokkal is próbálkoztunk, de ugye kicsit az állóképességük még kíván egy kis fejlesztést. Az állóképesség fejlesztésére pedig kiváló hatással lesznek majd a nyári edzések. Remélik, hogy minél több gyerekkel sikerült megszerettetni az atlétikát. Táborunk fő célja minden évben legfőképpen a toborzás, az utánpótlás keresése. Próbáljuk kiszűrni a tehetséges tanulókat, és próbáljuk őket arra ösztönözni, hogy járjanak hozzánk egész évben atlétika edzésre. Aki leugrotta, mert kiporolja a cipőjét, és készül dobásra, kicsit melegíti a karját. Szerencsére nálunk a vírushelyzet miatt sem álltak meg az edzések, hiszen kint is sportág, nagyon sok edzést tudtunk tartani ettől függetlenül. Nagy segítségemre voltak a hét folyamán a Salgó-Tarjáni Atlétika Klub idősebb versenyzői, végig segítettek a tábor lebonyolításában, ezúton szeretném nekik megköszönni. Minden táborban úgy színesítik a programokat, hogy beiktatnak egy kis hegymászást a gyerekeknek. Idén ebben is újítottak, és nem a Salgóivár falát mászták meg, hanem a Kishattyáni kőjük oldalt próbálták meghódítani. Ez egy nagyon izgalmas és színes program volt. Szeretném megköszönni a Salgó-Tarjáni Hegymászó Klub segítségét. Főleg kiemelem Orosz Misi bácsi és Katona Kriszti segítségét. Nagyon tetszett a gyerekeknek ez a program. A hét minden alkalommal házi versennyel zárul, amikor a gyerekeket megjutalmazzák, így mindenkinek jut egy kicsi az örömből. A Liz tavaly szeptemberben ismerkedett meg a sportággal, és az atlétika mindegyik szakágát szereti. Nagyon örültem neki, hogy itt lehettem ebbe a táborba. Jövőre is nagyon szeretnék jönni, mert nagyon jó tábor. És ahogy mondta Niki is, nagyon jó volt a Kishattyáni szikla kőmászás. A tábor a fiúknak is nagyon tetszett, akik jó élményekkel és új barátokkal gazdagodtak. Sok új emberrel barátkoztam meg. Jól érzem itt magam. Ez az első atlétika táborom. A hegymászás az eléggé tetszett, meg tetszettek az öblös pályán a futások. 400 méteres sprint, 200 méteres, 100 méteres versenyekbe készültünk. Elve vízilabdázó vagyok, és szeretek futni, meg sportolni, meg minden. Amiben nagyon jó vagyok, az a futás, úszás. Szerintem lehet, hogy elérek valami helyezést itt. Nem biztos, de remélem, hogy igen. Ki akartam valami újat is próbálni, hogyha mondjuk a vízilabda befutna, hogy nem jutok fel a következő korcsoportba, de fel fogok jutni, és hegymászás volt a kedvencem. Ugrással kezdtünk, aztán kislabdahajítás, nekem az ment a legjobban, utána futottunk, az is nagyon jól éreztem magam, mert hogy 2 korcsoport volt, és lehet, hogy nyertem. Voltak, akik nem csak az élményért érkeztek a táborba, konkrét célokat tűztek maguk elé. Azért jöttem ide, hogy sportoljak és megerősödjek. Nem gondoltam, hogy verseny is lesz, de úgy érzem, ha hiszek magamban, még talán helyezést is érhetek el. Nagyon tetszett, főleg az, amikor hegyet másztunk, az kicsit izgalmas volt, meg a Kálvárián is nagyon tetszett, és a számháborúk is nagyon jók voltak. A 23 fős mezőny nagyon jól teljesített, ahol a sportággal még csak most ismerkedő gyerekek felvették a versenyt a rutinosabb atlétákkal. A Salgó-Tarjáni Atlétikai Klub szeretettel vár minden tehetséges érdeklődőt az egyesületükbe. A tábor a héten a nagyobb korcsoportosok edzéseivel folytatódik.